Július végétől dolgoznak, felújítják a 47-es főutat. Búcsúztak az iskolától, ballagások városszerte. 17 ponttal a 8. hely, szezonzáró az UFC-nél. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is legfőbb híreinket! Július végén megkezdődhet a 47-es főút felújítása. Békés és Csongrád megyében is fejlesztenek, összesen 60 kilométeren uniós források segítségével. A korszerűsítés három részben valósul meg a 47-es főúton a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában. A Békés megyei több mint 34 kilométeres szakaszon burkolaterősítési és szélesítési munkálatokat végeznek. Teleggerendás és Csorvás között az éles kanyarok ívét mérséklik, és felújítják az elkerülő úton a Szarvas-Mezőhegyes vasúti vonal felett átívelő felüljárót is. Párhuzamosan a főúttal 28 kilométer hosszan kerékpárút is épül, a tömegközlekedési megállóhelyeket 17 helyen felújítják. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT hétfői közleménye szerint a beruházás július végén megkezdődik az új Széchenyi terv keretében uniós források segítségével. A tervek szerint 2015 év végén már a felújított úton közlekedhetnek az autósok és kerékpárosok egyaránt. Elballagtak az általános iskolások, 7 orosházi iskola, mintegy 238-osa búcsúzott múlt hétvégén. A ballagók intézményük saját hagyományaival köszöntek el iskolatársaiktól és nevelőiktől, majd közös ünnepségeken vettek részt. A végzős általános iskolások zöme városunkban tanul tovább. Fotózkodás, mosoly és könnyek, utolsó simítások az ünneplő ruhán és a virágcsokrokon indulás előtt. Orosháza 7 általános iskolájában zajlottak le ugyanezek a jelenetek múlt hétvégén. Ballagási ünnepségeken köszöntek el ugyanis a végzős 8-osok alma materüktől. A Vezli, a Székács, a Cina, a Vörösmarty, a Rákóczi telepi, a Református és az Ötvös iskolákban tartottak ünnepségeket. Összesen 11 osztály, mintegy 230 diákja fejezte be általános iskolai tanulmányait június 13-án és 14-én. A ballagók az intézmények saját hagyományaival ünnepeltek. Közös pontként a diákok végig ballagtak iskolájuk virággal díszített folyosóin, majd ballagási ünnepségeken búcsúztak tőlük az alsóbb osztályos diáktársak. A végzősök is ellátták jó tanácsokkal a kisebbeket, köszönetet mondtak tanáraiknak és szüleiknek a támogatásért. A 8-osok batyujába nem csak pogácsa került, útravalóul szép gondolatokat is kaptak. A most ballagó mintegy 230 diák többsége nem hagyja el a várost, hiszen szeptembertől Orosháza valamely középiskolájában folytatja tanulmányait. Orosházán 408 országszerte több tízezer diákot számolt tudásáról az érettségi vizsgákon. Másfél hónapja tartanak a vizsgák, hétfőn a középszintű szóbeli érettségik is megkezdődtek. A számonkérések június 27-ig tartanak. Rövid felkészülési idő után a vizsgázóknak 15 percük van arra tantárgyanként, hogy meggyőzzék bírálóikat tudásukról. Így indultak a szóbeli vizsgák az orosházi Székács József Evangélikus iskolában is. Volt, aki az utolsó pillanatokra hagyta a tanulást, de olyan is akadt, aki nem bízta a véletlenre a felkészülést, és már hónapokkal előre tanulni kezdett. Utolsó pillanatokban tanultam, és tudtam magamról, hogy így könnyebb tanulnom, mert jobban megjegyzem őket. Úgyhogy mindent az utolsó pillanatra hagytam. Nagyon izgulok, igazából tanultam előtte is a pár hétben, de inkább az utolsó napok voltak azok, ami jobban meghúztam a tanulást. Milyen tételekre számítasz? Hát remélem könnyűeket kapok, igazából tudom mindent, de azért valamitől tartok. A májusban megkezdődött érettségi vizsgák most szóbelikkel folytatódnak. Országszerte több tízezren, Orosházán 408-an érettségiznek idén. Azok, akik emelt szinten vizsgáztak, június 5 és 13-a között estek át a szóbelin. A június 16-án kezdődő középszintű vizsgák június 27-ig tartanak. Visszavonul az orosházi járásbíróság vezetője, mintegy 40 éves munkaviszony és 24 év elnökség után vonul nyugdíjba Kisné dr. Verasztó Éva. Kollégái június 13-án búcsúztak tőle. A járásbíróság új vezetője Bartosné dr. Tihanyi Krisztina lesz. Büntetőbíróként számtalan ügyben hozott ítéletet, kirendelt bíróként a megye szinte összes törvényszékén dolgozott Kisné dr. Verasztó Éva. Első, egyben utolsó munkahelye is az orosházi járásbíróság, melynek 24 évig elnöke is volt. Június 13-án búcsúzott tőle.
Én Tős Gyökeres orosházi vagyok, itt érettségiztem a Táncsics gimnáziumba. Ott alakult ki bennem, hogy szeretnék jogász lenni, és ezen belül is bíró lenni. Az érettségi után felvettek a jogi karra Szegedre, és 1975. februárjában végeztem. A jogi egyetem elvégzése után 1975. márciusában állt munkába az orosházi bíróságon fogalmazóként. 1978-ban vált büntetőbíróvá, majd először 1990-ben kapott kinevezést a helyi törvényszék élére. 24 éven keresztül vezette az orosházi járásbíróságot, ami példanélküli az intézmény történetében. A nyugdíjba vonuló bírónőt több alkalommal is kitüntették. 1983-ban kiváló munkáért, 1999-ben Címzetes megyei bírósági bírói elismerésben részesült. 2012-ben címzetes törvényszéki bírói címet szerzett, majd 2013-ban Juhász Andor díj ezüst fokozatot kapott. Ebben a pályában az a leges-leges legszebb, hogy nincsenek egyforma ügyek. Ebben itt az ügyek azok mindig változnak, még ha látszólag egyforma is két ügy, mert mind a kettő teszem azt ittas járművezetést, más az elkövetője, más a tényállása, minden egyes ügyben egyedi módon kell a büntetést kiszabni. Az orosházi járásbíróságon június 13-án búcsúztak tőle kollégái. Karrierjét, munkásságát többek között Bartosné dr. Tihanyi Krisztina, az orosházi járásbíróság következő elnöke méltatta. A jeles esemény fényét a Kodály Zoltán gyermekkórus emelte, majd egy kis filmet vetítettek, mely a nyugdíjba vonuló bíróságvezetőről készült a Táncsics stúdió közreműködésével. A bírónő hivatalosan is átvette a köztársasági elnök felmentését, mely munkájának végét jelenti. Kisné dr. Várasztóiva elárulta, nyugdíjas éveit családjának és öt unokájának fogja szentelni. Támogatják a tehetséget, díjazzák a kreatív osztályközösséget. A Táncsics gimnázium pénteki tanévzáró ünnepségén számos díj gazdára talált. Az intézmény két öreg diákja, dr. Káli Nagy Géza professzor és dr. Szilasi Lajos elismerték a fiatalok sikereit. A kiemelkedő tanulmányi sikerek és az összetartó osztályközösségek is elismerésben részesültek. Pénteken tartották a Táncsics gimnáziumban a tanévzáró ünnepséget, amelyen számos díjat vehettek át az eredményes diákok. Az intézmény főigazgatója összefoglalta, milyen tanévet hagytak maguk mögött. Nehéz, de nagyszerű jövet. Gyakorlatilag a hozzáadott pedagógiai érték tekintetében az országos 18. helyen van az iskola. Én ezt gondolom egy hátrányos helyzetű térségben ez egy óriási felelősség és óriási eredmény. Városunkban egyedülálló, hogy az iskola volt diákjai jutalmazzák az új generáció tagjainak sikereit. Dr. Káli Nagy Géza professzor a biológiából, magyarból és angolból eredményes tanulókat jutalmazta. A tehetségtámogató díjat 1987-ben alapította. Úgy éreztem, hogy eljött az ideje annak, hogy egy Amerikában élő Táncsics gimnáziumból származó diák alapítson egy díjat, ami meg is történt, és hogy elmondjam, az első átadáson az Internacionálét énekeltük, és még mindenkit elvtársnak szólítottak. Biológiából idén a végzős Topak Mirtil vehette át a díjat. A diáklány 4 éven keresztül kiemelkedően teljesített a tanórákon és a versenyeken is. Nagyon jó érzés volt, és nagyon örültem neki, hogy megkaptam ezt a díjat, és egyáltalán nem számítottam rá egyébként. Szóval nagyon meglepődtem, és amivel kiérdemeltem, az volt, hogy idén részt vettem a Nemzetközi Diákolimpián biológiából, ahol tovább jutottam, és eredményesen szerepeltem. Dr. Szilasi Lajos, a Heptaéder díj alapítója, 3. alkalommal ismerte el a kreatív osztályközösségeket. Elmondása alapján a díj gondolata az 50 éves érettségi találkozóján fogalmazódott meg benne. Akkor érlelődött meg ez a gondolat, hogy bizony jó lenne egy ilyen díj, amelyik nem egy-egy kimagasló eredményt honorál, hanem magát az osztályközösséget. A díjat minden évben az a nem végzős osztály kapja, amely az iskola legjobb, legösszetartóbb közössége. Idén a 11. B osztály nyerte el a díjat. Nagyon örültünk neki, hogy ezt a díjat sikerült átvennünk, és hogy így meg is tudtuk szerezni. Ugyanis rengeteget tettünk osztályszinten ezért, hogy egész évben küzdöttünk azért, hogy hát nem csak azért, hogy a díjat megszerezzük, hanem elsősorban azért, hogy bebizonyítsuk, hogy mi igenis tudunk és képesek vagyunk nagyon sok minden. A tanévzáró ünnepségen még számos elismerést átadtak. A további díjazottakról és eredményekről bővebben az Orosz Kafén olvashatnak.
Martin. Időutazáson vehetnek részt Szent Iván éjjelén. A Szántó Kovács Múzeum idén 8. alkalommal ad otthont népszerű rendezvénysorozatának szombaton. A múzeumok éjszakáján mintegy 1000 embert várnak. Élő zene, tűzugrás és játékos programok gondoskodnak a kikapcsolódásról. Tavaly nagy sikert aratott a múzeumok éjszakája. A legnépszerűbb program minden évben a tűzugrás mellett az akadályverseny. A téma tavaly az avarkor köré épült, most az Árpád-kortól napjainkig repítenek vissza a szervezők, a belváros ismét egy nagy játszótéri válik, ahol a megállókon játékos feladatok segítségével utazhatunk tovább az időben. A jó hangulat, kellemes kikapcsolódás idén is garantált, és még újítás is lesz. Lesz élőzene, a Musica Historica formáció fog föllépni, és nem csak zenélni fognak, hanem szokásainkhoz híven meg fogják mozgatni a hozzánk látogatókat, tehát táncházra is nyílik majd lehetőség. És hát a régi könyvtár udvarán pedig fölállítunk egy vetítőt, egy kivetítőt, ahol az argentin és a német labdarúgó mérkőzést is lehet majd nézni és lehet drukkolni. A programokhoz kapcsolódóan a múzeum egy fényképprojektbe kezdett. Már a szombati rendezvényre is lehet vinni régi fotókat. Idéntől kezdve a múzeum egyik nagyon fontos központi eleme az a fénykép projekt. Gyűjtjük a fényképeket. Egy fénykép önmagában is értékes lehet, bár túlságosan sokat nem mond a szakma számára és a tudomány számára sem. Éppen ezért úgy gyűjtjük a fényképeket, hogy a háttérinformációkat is összegyűjtjük velük kapcsolatban. Ötvözünk dolgokat egymással, gimnazisták fognak érkezni az 50 órás munka keretén belül, akik majd fogadják a fényképeket a múzeummal, ez most is így van, és fel is hívom az orosháziak figyelmét, és a nem csak orosháziakét is, akik ellátogatnak erre a rendezvényre, hogy hozzanak magukkal a fényképeket. Szent Iván éjjelén a nyári napfordulón a legrövidebb az éjszaka. Ezen a napon országszerte tovább nyitva tartanak a múzeumok, estében nyúló játékos programokkal, tűzugrással kívánják közelíteni az embereket a kultúrához és a hagyományokhoz. Úgy tartják, ezen az éjszakán bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülnek. Szombaton az Orosházi Múzeum is várja látogatóit. A célkitűzés teljesítve 17 ponttal a 8. helyen zárta a bajnokságot az Orosháza FC labdarúgó csapata. A klub június 13-án tartotta a szezonzáróját a Mátrai stadionban. Szezonzáró ünnepségre jöttek össze június 13-án az Orosháza FC labdarúgói, vezetői, pártoló tagjai. Restály György ügyvezető értékelte az egyesület éves munkáját. A csapat a 8. hely megszerzésével elérte a minimális célkitűzését, a bajnokság első felében végzett. Kvasznovszki József edző a szakmai munkáról beszélt. Túl nagy csalódást a csapat nem okozott, megszerzett 17 ponttal, amelyben lényegesen több is lett volna. Volt jó néhány olyan mérkőzés, amikor győzelmi esélyeket szalasztottunk el. Sajnos pontrugásból rengeteg gólt kaptunk, sokat dolgoztunk ennek az elhárításán, és a tavasz második felére valamelyest sikerült is, viszont úgy érzem, hogy néhány pont azért benne maradt a csapatban. Szeretném kiemelni mindkét kapusunkat, akik nagyon jó teljesítmény nyújtottak. A Bordás Dani 4-11-est hárított a szezon folyamán. Ugye az öröki fiú Szabó Norbi játéka mindenképpen ide kívánkozik, illetve nagyon sokat fejlődött Huszár Gergő. Az ősszel ugye nagyon sokat volt sérült, és szeretném kiemelni még a saját nevelésű Füredi Szabós teljesítményét, aki saját nevelésű játékosként nagyon sokat hozzátett. 9 gólja miatt említést érdemel, és a hozzáállása miatt Stetsz Milán is, de úgy azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki megfelelt az elvárásoknak. Az elmúlt évben alakult baráti körnevében Gomkötő Sándor értékelt. Az őszi szezon a várakozáson felül sikerült, hál' Istennek, mikor hát ugye tudjuk, hogy kiestünk az MB2-ből tavaly nyáron, és hát szinte az egész csapat elment, és új csapatot kellett kialakítani, szinte 3-4 játékos maradt, és ezekhez kellett még fiatalokat beépíteni, és hát Kvasznoszki Józsi ezt fölvállalta, és nagyszerű munkát végzett az ősszel, szinte várakozáson felül sikerült szerepelni. A télen sikerült erősíteni a csapatot, és hát ahhoz képest viszont a tavaszi szezon nem egészen sikerült úgy, ahogy elvártuk, vagy hát nem is volt szerencsénk, meg sok sérülés, eltiltás hátráltatta a csapatot, de végül is összességében a 30 forduló után a 8. helyezés nagyon jónak mondható. Az ünnepség előtt a játékosokat is szóra bírtuk egy rövid értékelésre.
Az őszi mérkőzésekkel elégedett vagyok, és az eredménnyel is. A tavasz nem úgy sikerült a sérülések miatt, ahogy az elterveztük, de próbáljuk majd jövőre ezeket kijavítani. Az OSC csapatkapitánya Szabó Norbert meghatározó szerepet vállalt a magunk mögött hagyott szezonban. Úgy érzem, a 8. hely a csapatunk elégedett lehet. Nehezen kezdtük a szezont, bár egy pár pont benne maradt a csapatban, de bízunk a szebb folytatásban. A csapat NB1-et megjárt védőjátékosa Makra Zsolt a tavaszi mérkőzéseket súlyos sérülése miatt a lelátóról izgulta végig. A csapat teljesítmény elég változó volt. A tavaszi szezon elején gödörbe kerültünk, de utána a fontosnak tűnő meccseket megnyertük, úgyhogy hamar biztosítottuk a bemaradást az NB3-ban. Az ünnepség végén a baráti kör ajándékot nyújtott át a kiemelkedő teljesítmény nyújtott játékosoknak, mint Szabó Norbertnek, Füredi Szabolcsnak, Bordás Dánielnek és a tréner Kvasznovszki Józsefnek. A fiúk most rövid pihenőre vonulnak, az első találkozásra július 7-én kerül sor. A Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Július végétől dolgoznak, felújítják a 47-es főutat. Búcsúztak az iskolától, ballagások város szerte. 17 ponttal a 8. hely, szezonzáró az UFC-nél. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradóját kommentár nélkül című műsorunk követi. Benne a Kávészünet zenekar orosházi koncertjéből mutatunk részleteket. Tévézzenek velünk, viszontlátásra!